magyar ember nem felejt. Csanád nemzetsége visszakapja ezer éves múltját. Majd ezer évet kell visszamennünk a történelembe, hogy lássuk Csanád vármegye születését, mely az egykori Magyarországból hatalmas részt foglalt magába. Az idők során azonban egyre kisebb lett területe, nem került el a törökvész és a Habsburg átszervezések sem. Az első világháborúig mindezek ellenére meghatározó szerep jutott a vármegyének, és benne Makónak. Fénykora a trianoni békediktátummal ért véget, majd kegyelemdöfésként a Rákosi rendszerben a térképről is lekerült. 100 év elteltével Csanád nemzetsége idén visszakaphatja ezer éves múltját. Történelmi helyen állunk, hiszen itt vagyunk a Csanád és Ajtony vezér csatájának a helyszínén. Ugye tudjuk, amikor a királynak, Szent Istvánnak ellenálló utolsó magyar nagyúr, Ajtony vezér, itt a Maroson megvámoltatta a királyi sót, amit Erdélyből úsztattak le Szegedre, akkor István eldöntötte, hogy Ajtonnyal is le kell számolni, és a királyi csapatok vezére pedig Csanád volt. Itt történt az a híres jelenet, amit a legenda megőrzött, hogy a táborba éjjel Csanád álmot látott. Ez az álom az volt, hogy egy oroszlán rátette a vállára a mancsát, és ébrezgette. Ez azt jelentette Csanádnak, hogy most támadjon. És hajnalban rátörtek Ajtonyra, a vezért is megölték, ezt a csatát megnyerték, utána István király Csanádot nevezte ki Csanád megye első ispánjának, és azóta ez a terület Csanád vármegye. Az Ajtony felett aratott győzelem után István király Csanádra bízta a Marosmenti vármegye megszervezését, Szent Gellértre pedig a csanádi egyházmegye létrehozását. ...1030-ban alapította Szent István a csanádi egyházmegyét. Ebből következik, hogy az idén ünnepeljük a 990. évfordulóját az alapításnak, és 10 év múlva ünnepeljük a millenniumot. Az alapítóra állandóan gondolunk, bármilyen szempontból, sok minden róla van elnevezve, például őt emlegetjük a liturgiában is sokszor, az ő ünnepét, szeptember 24-e a naptári ünnepe, komoly kiemelt ünnepélyességgel üljük meg mindig. Sok minden elneveződött róla, mint említettem is. Legutóbb például a Szent Gellért Fórum, a közösségi tér rendezvény központ itt Szegeden, de a Szent Gellért Fesztiválra is gondolhatok, és sorolhatnám. Az egykori csanádi várhelyén, Romániában máig áll Szent Gellért temploma, melyben az egyik legmonumentálisabb emlék a püspök koporsója, valamint az oltárkép, mely elmeséli nekünk halálának történetét. Ott látjuk a Duna jobb partján emelkedő hegyen a püspöki ornátusba a püspököt, és mellette pedig a pogány magyarokat, ahogy kővel agyonütik. A háttérbe természetesen az 1800-as évek Pestje látszik a Duna másik partján. Fönt pedig az öreg püspök, a kisfiú, az pedig Szent Imre herceg, ugye, akinek sokáig ő a nevelője volt, és amikor a szerencsétlen balesetben a herceg meghalt, akkor küldte ide István király megszervezni az egyházmegyét, és így indult el a mi vidékünk története Csanád vezérrel és Szent Gellért püspökkel. Csanád vezér győzelme elismeréseképpen Istvántól jutalmul hatalmas birtokokat kapott. A vármegye ekkor óriási volt, Aradtól Szegedig húzódott, még északon Hódmezővásárhelytől egészen Nagybecskerekig. Csanád vármegye évszázadokon keresztül a Magyar Királyság egyik legnagyobb és legtermékenyebb mezőgazdasági területe volt. A történelem viharai azonban nem kerülték el. Közel 1000 éves múltja során számtalan hanyatláson és határmódosuláson esett át. A tatár és a török járás után a többször elpusztított Makó újjászületett. Erről az 1699. május 7-én Pozsonyban kelt oklevél is tanúskodik. Az 1700-as évek első harmadától már Makó a vármegye székhelye,
A helyiek, kihasználva, hogy az ország középső területén élnek, kemény munkával felvirágoztatták a kereskedelmet, gazdaságot és a kultúrát. Ez volt a település és a térség fénykora, aminek az első világháború vetett véget. Az akkori Makó 33 ezer fős lakosságából 8500 férfit soroztak be, akik közül a harcokban az olaszországi Doberdónál és Isonzónál több mint 1300-an estek el. A háború végével, az osztrák-magyar monarchia felbomlását követően megszületett a trianoni békediktátum. Trianonhoz valójában az első világháború vezetett, 1914-től 1918-ig 4 év Vasban és Vérben nevű történet zajlott, és sajnos ezt a világháborút az osztrák-magyar monarchia elvesztette, és a győztesek már 18 nyarán úgy gondolták, hogy ilyen nevű államra, mint osztrák-magyar monarchia nincsen szükség, ezért hozzáláttak a földarabolásához, és sajnos voltak jelentkezők, akik az egyes darabokat el akarták vinni. Az Antantnak voltak úgynevezett kis szövetségesei, ezek a csehek, a románok és a szerbek, és mind a három szomszédunk benyújtotta Magyarország egy-egy darabjára az igényét, tehát a csehek a felvidékre, a románok Erdélyre, a szerbek a délvidék jelentős részére. A szerződés értelmében Magyarország területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Végeredményben a magyar állam elvesztette területének és népességének mintegy kétharmadát. Gulyás László kutatásai szerint Makót is jelentősen érintették a trianoni diktátum megszületését megelőző tárgyalások, ugyanis a románok azt szerették volna, ha hozzájuk csatolják a települést. Az, hogy ez nem így történt, nagyon kicsi múlott. A Makó sorsa körülbelül 3 éven keresztül billegett, mert 1916. augusztusában, amikor Bukarestbe a románok és az Antant aláírnak egy titkos szerződést, akkor ez úgy néz ki, hogy a román kormány a magyar királyság tetéből nem csak Erdélyt kéri, hanem Kelet-Magyarországot is a tiszai határa. Tehát gyakorlatilag ezt ott szerződésben, Bukarestben aláírják. 8 ember arról vitázott, hogy a románoknak odaadjuk, vagy negyük oda Makót, az amerikaiak nem akarták odaadni, az angolok oda akarták adni, az olaszok ingadoztak, és akkor végre az amerikai álláspont kerekedett felül, és 19 március közepén végül is egy olyan döntés született, hogy Makó az maradjon magyar város. A triplexhez érkeztünk. A trianoni rendelkezésnek megfelelően ezt a pontot a határkijelölő bizottság tűzte ki. Ez az a hely, ahol a hármas határ összefut. Ha körbejárjuk, 3 állam címere látható. A trianoni dátummal. 1920. június 4. Román oldalon vagyunk. Egy kis határmenti település felé vesszük utunkat, melyet Trianonnal elcsatoltak Magyarországtól. Itt a lakosság még ma is több mint 90%-a magyar anyanyelvű. Kisiratoson vár már minket Almási Vince, aki 20 éven át volt itt polgármester, és az általános iskola történelem tanára, aki arról mesél, Trianon mennyi mindent elvett tőlük.
Sajnos 2,4 kilométerre van a templomtornyunk a magyar határtól, és egy olyan térképrajzoló, akinek jobban reszkedett volna a keze, akár túloldalról is nézhettük volna ezt az itteni kirekedt magyarságot, de itt nem csak rólunk van szó, hanem ennél sokkal nagyobb számú magyarságról, aki kirekedt az anyaországtól. Nagyon sok szép, érdekes kis élmény maradt az őseinktől, hogy mi történt 1920. június 4-én pénteki napon. Akkor is biztos mentek a hírek, mert összegyűltek az emberek titokban, különböző sarkokon vagy házaknál, csak suttogva mertek beszélni, mert féltek. Olyan is volt, hogy kifeküdtek a földjükre, és azt kiabálták, hogy inkább a halál, mint a szétválás. Kisiratosan 1918-1920-ban átlépett a történelem. Sajnos a keleti oldalán maradtunk a határnak, amikor a világháborúból hazatért kisiratosiak, fiatalok, férfiak hazatértek, azt tapasztalták, hogy nincs többé Magyarország. Azt szoktam mondani, hogy az elmúlt évszázadban ez az egyik nagy traumája volt a kisiratosi embereknek, és ennek egyenes következménye volt például az, hogy 1925-ben megfosztották kisiratost magától a nevétől is, hiszen román nevet kapott, Dorobánc névre keresztelték át, és hát a jövőbe mutató kérdés, hogy olyan sikerül ezt valaha visszaszerezni. A romániai puszta keresztúron Kis Zombortól mindössze 8 kilométerre látogattuk meg Marika nénit, akinek nagyszüleit is igen fájdalmasan érintette a trianoni döntés. A nagyapám az oroszlám is a születésű volt, és innen nősült keresztúrról. A bátyja, már meg volt, ők négyen voltak testvérök. Három fiú meg egy lány, a bátyja már meg volt nősült, vagy az ott volt a szülői háznál, de hát azt akarták a szülők, hogy hát menjenek oda, és majd összedolgoznak, és akkor mindenkinek vesznek egy kis házat. De nagyanya nem akart ott maradni sehogy, és eljöttek ide keresztúrra. Az öccse kübekházárul nősült, és egy két év leforgás alatt három országba lőttek. Ugye a szülei Jugoszláviába, az öccse Magyarországon, nagyapám meg Romániába. Ők nagyon nehézményezték, és meg fájó pont volt, ameddig csak éltek, vagy a nagyapám is például a szülőfalujába soha többet vissza nem tudott menni, mert 57-ben meghalt, ugye akkor még útlevéllel se lehetett addig, és soha többet nem volt otthon. Marika néni elérzékenyülve osztja meg velünk azt is, hogy hogyan került kellemetlen helyzetben nagymamája, akinek a költözések alkalmával elveszett a házassági kivonata. Tisztviselő azt mondta a nagymamámnak, azt mondta, életemben még nem alázott meg senki. Azt mondta, milyen asszony maga. Magyarországon született, Szerbiába esküdött, Romániába meg él. És azt mondta a szegény mamám, hogy elsírtam magam, és azt mondtam, uram, erről én nem töhetök. Hazafelé indulva nem hagyhattuk ki Porgányt, mely 1000 lépésre van a magyar-román határtól. Összesen 42-en élnek itt, közülük csupán 6 román, a többiek mind magyarok. Beszéljük a mamával az anyanyelvünket. Az unokám tud magyarul, az unokaveink tud magyarul, az lányom tud magyarul. Hát én, hogy mondjam, az unokám az édesanyjától tanult meg írni, olvasni magyarul, de megtanulta. Trianon elszakította Magyarországtól Katalin családját is, akinek a nagyapja még az első világháborúban is szolgált, és erről, valamint az anyaország utáni vágyáról rengeteget mesélt unokájának. Jött a Trianon. És akkor, mivel, hogy, tehát én ezt az ő elbeszéléseiből tudom, ők is eldöntötték, hogy a négy gyerekkel elindulnak Magyarországra, ugyanis én nem azt mondom, hogy űzték, de valahol bulkortan ki is mondták, hogy aki akar, az menjen. Ők is összepakoltak, el voltak arra készülve, hogy átjönnek, közben vasárnap még elmentek a templomba, ez egy hétfői napon lett volna, és akkor a
temesvári püspök az adott egy kiáltványt, adott ki, amit a pap fölolvasott ugye a misén, hogy az ott lévő magyarok, aki tud, az maradjon ott, mert ha elmegy, akkor kevesebb magyar marad azon a területen, Magyarországon pedig szegényítik még jobban az országot. Hazajövén a miséről azt mondta a nagytatám, hogy sehova nem megyünk, itthon maradunk. És amikor csak lehetett, az első alkalommal úgy adódott, a sors is úgy akarta, átjöttünk, beadtuk a kolozsvári nagykövetségre a papírokat, és 3 hónap alatt el volt rendezve, úgyhogy átjöttünk, ideértünk. Akkor egy alkalommal én kimentem a temetőbe, és elmondtam a nagytatámnak, hogy tata, neked nem sikerült, de én átjöttem. A már korábban említett Szent Gellért püspök által 1030-ban alapított Csanádi egyházmegyét sem kímélte Trianon. A csanádi püspökség számára ez azt jelentette, hogy területének több mint 3/4 része Magyarországon kívül rekedt. 3 részre szakadt az egyházmegye. Szeged 1930-tól vált hivatalosan központjává a Magyarország határon belüli egyházmegye részének, és Csanád egyházmegye néven született újjá, a temesvári egyházmegye, tehát az egyházmegyének a romániai oldalán maradt része, az Temesvár központtal ma is egyházmegye, és a harmadik pedig Nagybecskerek. Ez a 3 egyházmegye jogutódja a Csanádi egyházmegyének. Trianoni helyzet után kénytelenek voltunk egyházilag is végérvényesnek tekinteni a helyzetet, és ehhez igazodni. Tehát a határokon belül is megváltoztak az egyházmegye határok, mármint az ország határon belül, és igazodtunk a realitásokhoz. De most azt nézzük, hogy mit tudunk ebből kezdeni. Trianon súlyos törést hozott Makó számára is. A korábbi vármegyét ettől kezdve kettészelte az új határ. Ezzel Makó az ország peremére került. A települést elvágták hagyományos bánsági piacaitól, csökkent a bevetett földek száma, 3000 ember vált munkanélkülivé. Ami számomra egészen megdöbbentő volt, hogy a trianoni békediktátumnak a hatása ebben a térségben mind a mai napig él, mert ha arra gondolok, hogy van, amikor ez az Alföld közepe volt, és ebből az ország széle lett, akkor ennek a földolgozása, a társadalmi-gazdasági következményei meghatározták az egész 20. századot, és meghatározzák a 21. századot is. Ha arra gondolok, hogy Békés Csaba, Arad, Temesvár, Szabadka, Szeged, Hódmezővásárhely, Kecskemét egy prosperáló, nagyon dinamikusan fejlődő, a Kárpát-medence és az Osztrák-Magyar Monarchia élelmiszerraktárát jelentő régió volt, amiből egy lecsúszó, nagyon nehéz társadalmi-gazdasági problémákkal küszködő régió lett egész 70 éven keresztül, akkor ez mutatja, hogy mit veszítettünk. Akkor az egész bánáti terület szinte elszakadt, keleti felét megkapta Románia, Temesvár központtal, a nyugati részét pedig Szerbia, Nagybecskerek központtal. Magyarországnak az úgynevezett torontáli háromszög, a 9 kis község maradt, a Tiszától a Marosig, keleten pedig a határ sokkal jobban elvágta területeket, és a határ közvetlenül Nagylak előtt a Makó-Mezőhegyes-Batonyai vasútvonalnál húzták meg. Arad megyéből is itt maradt egy rész, a Arad megyét Arad központtal együtt Románia kapta meg, és ebből a töredékekből Csanád megye volt a legnagyobb, de egy töredék Torontából és egy töredék Aradból 1924-ben létrehozták a Arad-Csanád-Torontál egyenlőre egyesített vármegyét. Mi történt itt 1920. június 4-én, illetve az azt megelőző május hónapban? Az egész országban óriási volt a tiltakozás a békediktátum szerződésének aláírásával kapcsolatosan. Különböző gyűléseket szerveztek ezzel kapcsolatosan, vármegyei közgyűléseket, és nyilván helyi népgyűléseket is szerveztek. Az akkori polgármester elődöm, Petrovics György, aki 1917 és 22 között volt polgármester,
május hónapban áldozó csütörtök napjára, nem véletlenül erre a napra, nyilván szimbolikus jelentése is van, áldozó csütörtök délutánjára népgyűlést hívott össze ide a városháza elé. A tér teljesen megtelt, ami egykor piactérként funkcionált itt a városháza előtt, az egykori Csanád vármegye székháza előtt. Több szónoklat elhangzott. A polgármester látva ezt a hangulatot megkérte barátait, munkatársait, hogy az erkélyt díszítsék fel a zöld színű lombfüzérrel, hogy a gyász mellett, a mérhetetlenül nagy gyász mellett, amelyet éreztek a makóiak is, a remény éljen a szívükben, hogy a jog és az igazság, valamint az ezer éves múlt nem törölhető el egyetlen egy szerződéssel, egyetlen egy békediktátumnak nevezett dokumentumnak az aláírásával. Még szinte ki sem heverte az ország a veszteségeket, amikor jött a második világháború, mely végén 1945 után az Arad, Csanád, Torontál megyenév még 5 évig az ezer éves történelmi jogfolytonosság okán egyszerűen csak Csanád vármegyére rövidült. 1950-ben Rákosi Mátyás és a tanácsrendszer azonban végleg lesöpörte a térképről Csanádot. Területét felosztották Békés és Csongrád megye között. A döntéssel ezer éves múltjától, történelmétől fosztották meg az itt élőket. Ezt követően 50 év telt el. Amikor is Makón a rendszerváltás utáni első polgármester, Sánta Sándor azt mondta, nem tud belenyugodni abba, hogy a trianoni, majd a kommunista csonkítás elvette az emberektől a nemzeti mellett, a lokális identitásukat. Ezért elindította kezdeményezését, hogy az itt élők visszakaphassák múltjukat, és vetette fel az egykori Csanád vármegye visszaállításának ötletét, mely mellett több érvet is felsorakoztattak. Ebben a munkában Tóth Ferenc akkori múzeumigazgató és Gilice János képviselő is segítségére volt. Csanád megyei identitás, de ami érzelmi okok, földrajzi történelmi összetartozás, az ezekből adódó elmaradottság és egyéb problémáknak a megfogalmazása. Tehát ez ne essen szét, hogy szétdarabolják ezt a területet. Tehát ez a terület véleményünk szerint legalább 4-5 szempontból összetartozott. És hát ugye Makónak a visszafejlődésétől féltünk. Egyébként mindent megtettünk, ami akár egy kis régió központja, vagy akár egy rendő megye székhely számára fontos. És én szerintem a megye az olyan lépték, amit nem lehet átugorni. Nem csak ezért, hanem ezer éve léteznek. És akinek nem, az örülne, ha lenne ilyen hagyomány. Nézzük meg, hogy mi a hajlandóság. Megvan a hajlandóság arra, hogy Csanád megyét vissza lehessen állítani. Ez természetesen elég hosszadalmas eljárás volt, de közben még akkor a megyetanács is működött. Kértük, a makói képviselőtestet kért, hogy legalább a Csanád megye neve kerüljön vissza, hogy a Csongrád Csanád vagy Csanád Csongrád megyeként nevezzük ezt a közigazgatási egységet. Elutasították azzal, hogy hát nem tudják, nincs kellő támogatottság ennek a kérésnek. Később aztán, amikor már megalakult az önálló megye, akkor pedig szintén volt egy ilyen kérés, akkor pedig az akkori szocialisták szavazták le. Egy olyan ügy kerül napirendre, amiben talán visszagondolva is talán büszkék lehetünk rá, hogy kezdeményeztük, és nem egyedül áll a levegőben a miniszter úrnak a tette, hanem rá tud csatlakozni egy valós igényre, ami a makóiak lelkébe, biztos vagyok, 100-ból 99 éve él. A makóiak több sikertelen kísérletet követően sem törődtek bele sorsukba. Lelkükben továbbra is égett a vágy, hogy ápolhassák egykori Csanád vármegye néven ismert otthonuk emlékét.
Egy lakossági fórumon Lázár János, akkori miniszterelnökséget vezető miniszternek, a térség országgyűlési képviselőinek segítségét kérték, mondván múltjukat ne akarja végleg eltörölni senki. A kezdeményezést, hogy Csongrád megyét Csongrád Csanáddá nevezzék át, elsőként a települési önkormányzatoknak és a megyei közgyűlésnek kellett támogatnia. Végül az ügy az országgyűlés elé került, ahol Lázár János erre irányuló egyéni képviselői indítványát meg is tárgyalták. Hosszú évtizedek után, 100 év után Makónak meg kell adni a tiszteletet. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az országgyűlés ellenszavazat nélkül tulajdonképpen Makó városának, mint Csanád megye székhelyének, mint Csanád megye központjának megadta a tiszteletet, megadta az elismerést és a várost és a városban élő polgárokat illeti a tisztelet és a múltjuk és a munkájuk miatti elismerés, és ebben parlamenti konszenzus lehetett egy egyébként nagyon politikailag szemben álló időszakban létrehozni. Ez egy komoly dolog. A névváltoztatást a térség településeinek polgármesterei egy közös nyilatkozatban üdvözölték. Ugyanebben az évben Makón a II. Világháborúban lerombolt országzászlót Kovács Sándor képviselő javaslatára a Csanád vezértéren újraállították. Az esemény vendége volt Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, aki azt mondta, más a jelentése a szobroknak Trianon előtt, mint az országzászlónak Trianon után. Ez az országzászló megkiáltja azoknak a fájdalmát, akik nem állíthatnak a határ másik oldalán országzászlót, hogy a nemzethez, Szent István országához, a Szent Koronához való hűségüket kifejezzék. Akiknek emlékműveit a határon túl az utódállamok barbársága lerombolta. Ezért itt a makói zászló megkiáltja az aradiak fájdalmát, megkiáltja Erdély fájdalmát, és megkiáltja minden elszakított magyar terület fájdalmát. Lázár János pedig az országzászló átadón azt hangsúlyozta, Trianon gyászmunkáját még mindig nem végeztük el. Valamint, hogy a nyugati világ bocsánatkérése a mai napig nem történt meg. A következő esztendőben a református egyház anyagi támogatásából és a hívek adakozásából a templom kertjében trianoni emlékművet állítottak, majd 2019-ben Hadik György képviselő kezdeményezésére történelmi múltunk méltó ápolásaképpen székelykaput adtak át. A hagyományok és a múlt fontosabb mérföldköveinek megőrzésére kiemelt figyelmet fordít Makó városa. Ezt már a település polgármestere mondta, amikor majd 70 év számüzetés után Szegedről és környékéről a helyi levéltárba megérkeztek a visszaszállított 1717 és 1950 közötti Csanád vármegyei iratanyagok. Az épületben őrzött különlegességek közül néhányat meg is mutatotta, mint egy 3 évtizeden át levéltárosként itt dolgozó Gilice János. Alapos részletességgel dolgozza fel azt a traumát, lehet így nevezni, ami Csanád megyét érte az elszakított területek miatt. És itt a gazdasági, társadalmi és egyéb problémákat sorolja föl ebbe az okiratba. Ez nagyon érdekes, ugye valamikor Nagylak, a mostani romániai Nagylak, ez ugye Ónagylak, ez Romániához került. Ezen a kis térképen látható, hogy milyen óhajaik voltak. Itt nyilvánvaló, hogy gazdasági okok miatt is szerették volna megkaparintani a nagylaki kendergyárat. Itt van a vasútvonal is itt húzódik, ami Makóról megy Mezőhegyes fele. Még azt is szerették volna megkaparintani, de végül is aztán a határkijelölő bizottság meghúzta, ez a vonal az, ami ma is a trianoni határt mutatja. Levéltárunk anyagába található ez az erekje. Ez nem más, hogyha közelebbről szemügyre vesszük, itt Nagy-Magyarországnak a kontúrjai láthatók, és itt látszik egy üvegrész, ami mögött porszemek vannak. Hát nem más, tehát minden a történelmi Magyarország, minden vármegyéjéből bizonyos mennyiségű földet összegyűjtöttek, ezt összekeverték, és ezt az erekjét készítették el.
közel 1000 évvel Csanád létrejötte után számos helyszín és emlék utal a múltra. Azonban most, Trianon 100. évfordulóján, határon innen és túl, nagyon sok gondolat kavarog a fejekben. A fájdalom és a szomorúság még ennyi idő elteltével is jelen van az utódok, a gyermekek és unokák szívében. Vannak, akik soha nem felejtenek, és vannak, akik pozitívabban tekintenek múltba s jövőbe egyaránt. Két történészi álláspont van, a hideg Trianon meg a forró Trianon. A hideg Trianon az elég hazafiatlan módon ugye arról beszél, hogy hát ez már 100 éve volt, nem kell róla beszélni, és hagyjuk már az egészet, és foglalkozzunk mással. A forró Trianon álláspont, aminek én is híve vagyok, az meg azt gondolja, hogy Trianon 100 év után itt van a mindennapjainkban, hogyha átmegyünk a határon, vagy ahogy például most a legutóbbi ugye történetben, ahogy el akarják venni a magyaroktól még a temetőt is, tehát gyakorlatilag a Trianon minden a mindennapjainkban itt van, és a magyarok egy jelentős csoportja határon túl ma is amiatt mondjuk nem tudja használni az anyanyelvét, vagy azért él is írom a kórházban, mert Trianonban egy olyan államhoz került, amely neki nem az anyaországa. Tehát a Trianon él. Él, és ma is, mai napig szenvedünk el nagyon komoly sérelmeket. Én magyarnak születtem, hát mikor tudja, volt egy fájó pont az életünkben. 2005, mikor Gyurcsán betiltotta azt, hogy kettős állampolgárok lehetünk volna, ugye addig a magyar himnuszt a templomba énekeltük, és sírva. Maguk nem tudják elképzelni azt, hogy fájt az, hogy én magyar vagyok, és onnan egy gazember lepiszintette azt, hogy nem szükséges a magyarságot fékarolni. Ezt nem tudjuk megbocsájtani. Én magyar vagyok, nekem van magyar zászlóm. Nem nagy, kicsi, de zászló. Én megbékéltem vele, csak abban nem békéltem meg vele a régi vezetése. Az minket eltaszított. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan országhoz tartozunk, amelyikben majdnem 1000 évig éltünk, nem rólunk van szó, hanem az elődeinkről, és azért is nevezzük, és szókincsünkbe nagyon fontos helyet foglal az, hogy anyaország. Tehát mi Magyarországot most is anyánknak tartjuk, és úgy érezzük, hogy oda tartozunk. Mondjam azt, hogy reménykedünk? Mondom, igen, elmen, reménykedünk. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vég, de most egyre többen mondják, nem csak a magyarok és nem csak az erdélyek, hanem ezen rajtunk kívül más olyan régi történészek, akik ismerik a történetet, hogy ez egy nagyon nagy igazságtalanság volt, és 100 év után ezen talán lehetne változtatni. A megpróbáltatások, a történelmi katasztrófák, nehézségek, tragédiák persze, hogy fájdalmasak és sok nehézséget okoznak, de hogyha az ember attól függ, hogyan éli meg és hogyan utólag hogyan gondol rá, erőt ismeríthet belőlük, és akár edzésnek is felfoghatja. Én úgy gondolom, hogy most ennek van értelme, hogy annak örüljünk, hogy határokon átívelve milyen egységet tudunk megvalósítani, milyen szép példáit láthatjuk az összefogásnak, együttműködésnek, és ez mutat előre. Nekünk magyaroknak a Kárpát-medencét és a Tőrre délre fekvő területeket dominálnunk kell, és nekünk vonzónak kell lenni, megnyerőnek kell lenni, és hozzánk legyen érdemes csatlakozni és tartozni a következő 100 esztendőben. Nem véletlen, hogy 1000 éven keresztül az a modell, hogy a magyarok vezették a Kárpátoktól délre eső területeket, és mi domináltuk ezeket a területeket. Mi voltunk olyan szerepben, ami vezető szerep volt, és méltó és alkalmasak voltunk erre, és ehhez lehetett hozzátartozni és csatlakozni. Ez szerintem egy aktuális gondolat a 21. században is. Természetesen nem a határok azonnali felszámolásával, hanem azzal, hogy ma már közösségek, helyi közösségek, illetve nemzetek és országok közötti együttműködésben ki lehet alakítani azt, hogy ki miben erős. Egy olyan nemzetpolitikát folytatunk, ahol az összetartozásra nem csak társadalmi vagy nemzettudat vonatkozásában gondolunk, hanem gazdasági, szervezeti értelemben is. Szerintem nekünk a következő időszakban a versenyképességünket az adja meg, hogy a Kárpát-medencében még mindig sok magyar él.
A trianoni békediktátum következményeképpen napjainkban is közel 2,5 millió magyar él a hazánkkal szomszédos országokban, nemzeti kisebbségként. Irántuk való szolidaritásból az országgyűlés 2010-ben, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Ezzel megerősítve, hogy a több állam fennhatóság alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Filmünk forgatásakor meggyőződtünk arról, Trianon veszteségét a társadalom nagy része máig nem tudta feldolgozni. Ahogyan a csanádiak sem felejtenek, a csanádi érzés ma is ott él az emberekben. Számukra az, hogy a 100. évfordulón 2020. június 4-én Csanád megye visszakerül a térképre, azt is jelenti, hogy visszakapják 1000 éves múltjukat. Határon innen és túl több ország, de egy nép. Magyarok vagyunk. Egy nemzet.